Már szabadföldi termesztésű hazai görögdinnyét is lehet kapni a piaci árusoknál. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint az idei évben bőséges hozam várható, bár a tavalyihoz képest körülbelül 700 hektárral kevesebb területen termelnek a gazdák görögdinnyét. 400 és 600 forintba kerül a gyümölcs kilója. A főszezonban sem számíthatunk jelentős csökkenésre, a tavalyi 130 forintos kiskereskedelmi árhoz képest 30-40%-os drágulás várható. A vásárlók többsége azonban ragaszkodik a már bevált megszokott ízekhez. Hát az édesség, meg látszik milyen gyönyörűség ez a dinnye, olyan finom illata van, hogy fantasztikus. Én tavaly is itt vettem, és nagyon finom volt mindig. A jótékony hatásai miatt is kedvelik az emberek ezt a gyümölcsöt. Ez egy az, hogy tele van vitaminnal, pótolja a vizet, ami nagyon fontos szerintem, meg én imádom a dinnyét. A dinnye a szőlő, ez az én kedvencem. Szinte az egész ország területén termesztenek már görögdinnyét, hiszen Magyarország klímája kedvező számára. Nem feltétlenül kell egészet vásárolnunk, a legtöbb árusnál már van lehetőség lékelésre vagy feldaraboltatásra is. Inkább a nagyobbakat viszi, meg sokan viszik egészben is. Meggyes egyházáról hozzuk őket, tehát tényleg mézédes, úgyhogy szeretik az emberek a görögdinnyét. Ez már magyar, úgyhogy mindenki viszi tőlünk, sokan. A legkiválóbb érett dinnyék ismertetőjele az édeskés illat, és az, hogy megkocogtatás után mélyen kongó, jellegzetes hangot ad.